Sáfián László vagyok. Debrecenben születtem 1969. augusztus 5-én. Hajdúsámsomban nőttem fel, itt is élek. Máté János vagyok, Szabolcs, Szatmár megyéből származok egyébként. Barta Sándor vagyok. 1982. július 17-én születtem Karcagon. Én ebbe beleszülettem. Én annyit tudok a pásztorkodásról, amit apámtól láttam. Meg amit így a nagy öregektől, ami úgy érdekelt, azokat úgy átvettem, de különösebben nem tanultam. Már mint könyvből, vagy ilyen iskolákon. Nem könyvből, hanem apámtól, nagyapámtól, lényegében családi örökség által lettem juhász, aztán majd most gulyás. Édesapámtól. Tanultam, meg gyerekkorom óta mellette voltam. Már óvodás koromban hajtottam neki, mert még akkor háztáji csordás volt. És akkor már mentem vele. Utána letett az óvodába. Így kezdődött a napom. Ezt nem tanultam, örököltem. Meg szinte beleszülettem. Egyetlen egy mondatból eldöntöm. Vagy a mozgásáról, természetéről, vagy a... Egy mondatot, ha beszélek vele, akkor megmondom, hogy ő pásztorember, vagy csak imitálja dolgokat. Az állatával együtt él. Ilyen 90%-ban. Ez a legnagyobb jellemzője. Amit hajt, elárulja. Milyen előtte az állomány. Az megmondja, hogy pásztora van, vagy csak batyusa. Véleményem szerint mindenféleképpen az a legfontosabb, hogy az ősei legalább egy generációra visszavezetőleg legyenek pásztoremberek, és akkor onnan kezdődik lényegében az egész. Hát apáról fiúra szálljon ez az egész történet, hát ez arról szól, hogy ezt nem lehet még egyszer mondom könyvből megtanulni, meg csak így mellé állni, meg csak úgy kettelésből megcsinálni, hanem ezt örökli az ember. Hogy bánik a jószágokkal, milyen kutyája van, milyen cájig a felszerelése, hogy mozgassa a jószágot, hogy legelteti. Én szerintem egy pásztorember jobban vonzódik a környezethez, vagy a természethez, az állatok által, és szerintem egész másképp lássa, mint egy átlagos ember. Mindenféleképpen szeretni kell a jószágot, a időt, energiát, azt rá kell szállni. Itt mindig itt kell lenni a jószággal, azt az időt be kell tartani, amikor indítás van, legeltetés időszakot, és akkor lényegében az elrész. Ez egy élet forma lényegében, ezt szeretni kell. Ezt, ha nem szeret az ember, akkor felesleget csinálni. Egy átlag embernek most otthon legfeljebb a családját kell szeretni, nekünk ezt is szeretni kell. De minden nap itt nincs ünnepnap, itt nincs vasárnap. Mi ők utánuk vagyunk, a jószág után, a jószág meg mi utánunk, tehát ilyen kölcsönös ez a dolog. Kitartás. Vagy mondhatjuk szívóságnak is, azért ez nem maga egy szakma, csak egy életforma. Szóval ezt nem tudod letenni, hogy letelt a nyolcszor rossz és letettem. Ez attól több. Szóval itt éjjel is arra ébredsz, hogy vajon mi van a lyuk közt. Azért tavasszal, amikor megnyílik az idő, akkor jönni kell kifele. Tehát ezt nem lehet elmagyarázni, ezt érezni kell, hogy milyen az, hogyha tavasszal megzédül a mező, elmúlik a tél, aztán ősszel meg ugyanúgy haza. Ezt csak szívvel, lélekkel lehet csinálni. Ezt úgy, hogy valaki azért csinálja, vagy azért pásztorkodik, hogy munkahelye legyen, de azt így nem lehet csinálni. Ezt vagy szereti, vagy akkor ne csinálja sehogy. Sokan mondják, hogy a hagyományt kell őrizni. Nem a hagyományt kell őrizni, hanem a jószágot kell őrizni. A hagyományt azt szeretni kell, meg tisztelni kell, de én szerintem a jószágot kell őrizni. Még egyszer, amit mondok, hogy ebbe belenőttem. Mi ezt nem úgy éltük meg, hogy ezt kötelező csinálni, hanem ezt ugye génjeikbe hordozik, ezt merem mondani, mert testvéremtől, apámék, nagyapáim, sőt, feleséget is úgy választottam, hogy annak a szülei, a testvérei, azok mind gulyások, juhászok voltak, úgyhogy ez nekünk ez egy életforma lényegében. Százszázalékosan a füvekből élünk. Százszázalékosan. Ezért is tartunk ugye juhot, mert én szerintem a juh hasznosítsa legjobban a füvet.
mert azért egy 8 hónapot azért csak füvön vagyunk. Lényegében úgy élem meg ezt, hogyha nincs a jószág, akkor nem vagyok én se. Akkor nincsen fizetésem, nincsen családom, lényegében akkor nekem egy más megélhetést kellene keresni. Nekem a gyep az ugyanolyan fontos, mint a jószág. Ha nincs gyep, akkor nincsen jószág. Én nem traktoros akarok lenni, meg kaszálni. Az a lényeg, hogy jó minőségű legelőn legeltetünk, vagy pedig ugye rá vagyunk így kényszerülve most a nádra, mert ugye rengeteg haszonmezőt kiölt a víz, idengedték a vizeket ránk, és akkor a haszonmező az szinte oda lett, és elszaporodott egy ékény, nád, sás, káka, amit nem igazán szeret a nádat, azt nagyon szereti a jószág, tehát azt jó legeltetni, de azért mégis egyet. Mindenféleképpen a szakmából kifolyólag, hogyha jobb a gyep, vagy a szelidebb füvek vannak, amit szívesebben fogyaszt a marha, nagyobb súlyt lehet elérni a borjuknál például. Nekem ugye az nagyon fontos, hogy mivel én pásztorembernek tartom magamat, hogy nekem rövid időn belül, abrak nélkül, szálas takarmány nélkül, csak a gyepen, a szopással a borjú eléri azt a súlyt, mint máshol nem érik el, hogyha nem tudom mennyi takarmányt beleetetnek az állatba. És valamilyen szinten én így vagyok elismerve, én ezért tartom magam pásztorembernek. Nincs annyi madár, mint régen volt. Hát én szerintem csak azért, mert több volt a jószág, tisztább volt. Olyan helyre a madár se teszi a fészkét, ahol a ragadozó el tudja vinni. Nem eldugja a fészkét, hanem ahol szétlát, ő is biztonságban tudja. A fészkét olyan helyre nem pakol. Csak tiszta helyre tette a fészkét mindig. Én legalábbis én ezt így látok. Itt látok legtöbb madarat mindig, ahol le van legeltetve. Több volt a bogár, ugye a jószágnak. Tehát a tehén szarból volt, ott bogarak voltak, és tehát abból szeregette a madár is az élelmét. Bíbicet sokáig nem is láttam most a tavasszal. Már most megjöttek, de nagyon kevés bíbic volt a tavasszal. Most végül is a vadállomány az teljesen meg van kopva, meg van ritkulva, negyede nincs, mint az én gyerekkoromban. Holott most nincs annyi vegyszerezés. De mégis. Fogoly teljesen eltűnt. Még a gyerekkoromban 30-40 kis csapatot kergettünk. Most egyetlen egy darabot sem tudok. Ez, amit tudok, ami 100%-osan eltűnt, innen a Sámsoni határból. A fecskék azok szinte teljesen eltűntek, különböző olyan madarak, amik ugye a jószágról, a legyeket, ezt-azt leszeregették, szinte nem is nagyon lehet vele találkozni. A vaddisznó az viszont el van szaporodva, ugye, mert ennek ez a nád az istene. Búvóhely van neki. A legelőd össze-vissza dúrja. Tehát ez nekünk negatív. Ami igazából eltűnt, pásztorember. Pásztorember tűnt el. Azon kívül úgy igazából minden megvan, de ugye pásztorember, ami eltűnt. A vaddohány, vagy azok az özönnövények, ezek egy picit úgy zavarják a legeltetés, vagy zavarják azokat a részeket, ahol tisztábbak lennének a gyepek. Egyébként itt nálunk nincsen, mert nagy intenzivitással van írtva, de egyébként nagyon sok legelő meg tönkre van menve. A vaddohány például elszaporodik, ellöki a magját, ez szinte kiírtatlan. Azokat a jó gyepeket, ahol máskor legelt, mit tudom, 10-20 évvel ezelőtt marha vagy birka, most nem is lehet látni a síva vaddohányt. Én nekem ez egy nyári legelőt jelentett, a pallagfű. Ugye útszéleken, tarlófődekben kimondottan parlagfüvet legeltaim. Én nekem nem ellenségem. De viszont ki lehet rajta hízlalni a juhot. Emiatt lenne jó, hogyha engednék ugye ezeket az erdőlegeltetéseket, mert akkor viszont nem kéne kihúzgálni, akkor kilegeltetnénk. De mivel tiltott, így most azt nem tehetem meg, hogy egy erdőn keresztül robogok ugye a parlagfű miatt. Érdekesnek és furcsának tartom egyébként ezt a nagyon késői kaszálásokkal, egyáltalán nem értek egyet például. Van nálunk is ezeket a savanyú füveket, ugye majd szeptember-augusztusban kaszálják, mikor már lényegében tömegtakarmány se sok minden van belőle, az alja is felsült, csak a nagy pipaszurkálók vannak benne. A jószág se szívesen eszi télen, hogy azt mindenféleképpen lábon legeltetném le, mert
annak szerintem se üzemanyagköltséget, ha kiszámolja a gazdasági részét, se érdemes szerintem. Felbálázunk, és akkor egy héttel hamarabb megy be a gulya, mint hogy héttel kint maradna, és egyébként én lelegeltetném a lábán. Szerintem annyira magasra van téve a mérce, és egy ilyen 8-10 centire kaszálnak. Egyébként, hogy az alja az lényegében bevénül. Bekutosodik, én azt mindenféleképpen legeltetném intenzíven, és akkor tisztulnának a gyepek is. Megvan szabva, hogy mettől meddig lehet kaszálni. Egy június 15-tel lehet kezdeni a kaszálást, amikor, hogyha jó meleg időszak van, akkor a mezőnek oda van a haszonértéke, mert elszárad szinte lábon. Hát ugye az elvirágzások, ugye még ugye a kismadarak ugye ki nem repülnek a fészekből, addig nem kaszálhatunk. Hát innestől már csak másodosztályú szénát tudunk összeszedni, mindegy milyen ügyesek vagyunk. Szóval akkorára elvénül. Maga ezek a bebokrosodások. Ugye ezek a nagyobb gödröknek az elsásosodása, amit legegyszerűbb megakadályozni tűzzel. És akkor ott megszűnt egybe a sás is, meg ugye a cserje is. Ott egybe meg lenne oldva. De ez mivel tilos, de viszont ugye vannak ugye a rekettyék, amiket ugye védetnek nyilvánítottak, akkor a területeket lopnak el, nem csak a rétegből, hanem a legelejből is. Amit vissza már nem ad. Főleg így, hogy nem is engedik. Hogy értsük. Semmi nem él meg benne. Semmi. Még az őz is csak átmenőleg. Hát ha nem engednék ránk a vizeket, az nagyon jó lenne. Nem engednék be a Nemzeti Parkra a vizet. Nem egy víztározó hely lenne. Ugye mondtam már neked, hogy gyerekkoromban nem volt itt ennyi nád. Ez nagyon nem jó. Ez csak vadul mindig. A haszonmező, azt mondtam azért, hogy az elmegy, ugye kiöli a víz, csak vízi mezőnő helyette, és akkor 4-5 év, megint jön egy csapadékosabb idő, megint ránk engedik a vizet, akkor megint nincs egy darabig, mire visszaállna, akkor megint elromlik. És ez a nád, ez a gyíkény, ez annyira szaporodik, hogy ez rettentő, ami itt van. Több száz hektár nádasok vannak, mert tehát a Nemzeti Park se örül szerintem ennek. A fekete girisztos csinál olyan zsombik, hogy alig lehet benne menni. Hát meg tudod, lemegy róla a víz, bebőrödzik, csak a vízimezőnél az savanyú poshat szaga van, nem szeret a jószág. Megeszi, mert rá van kényszerítve, hogy megegye, de ennyi. Hát az mióta én megvagyok, azóta az tilos. Szóval én soha nem legeltettem szabadon. Lopva igen, de szabadon soha. Az megint egy nagy könnyítés lenne. Kora tavasziban ott indul elsődjére meg a mező. És az nekünk egy hónap takarmánykímélés lenne. Most aki megpróbál úgy alkalmazkodni mind a két oldalhoz, hogy nekem is jó legyen, és hogy nekik is azért ez maximálisan megfeleljen. Ahhoz ugye én azt alkalmaztam, ugye, mint amit apáméktól hallottam ugye, úgy otthon, hogy előtte még meglegeltették, mert sajnos soha nem tudtak róla vágni, mert ahhoz viszont egy gyenge terület. És azt úgy oldották meg, ugye, hogy kora tavasszal legeltették, és akkor egyszer kaszálták meg. Most én ezen a területen ezt próbálom alkalmazni. És akkor ez jó nekem is, mert csak nem egy elvénült füvet vágok le takarmánynak, de viszont megmarad ugye a vadnak is, meg ugye az ők élővilágoknak is a tere. Ezek a zúzások, ott kezdtük meg először édesapámmal ezt a lapos kitakarítását. Lett nyílt víz, tavasszal rengeteg liba volt rajta, a madaraknak az élőhely, és sokkal több madár lett akkor is, nem a nád, díjkín, hanem azt lezúztuk, most nyílt víz, utána lement benne, feljött a vízimező, kilegelt a jószág, pásztor érdekből. Bővüljön a legelő, és akkor, meg hát ugye minél többet tud legelni a jószág. Tehát bővült annyival a legelő. Addig meg csak ligetelte. A javát kiette, a többit ott hagyta. Nádasabb részeket jobban kihasználnám, azokat a lehetőségeket, amik itt még adottak, hogy ezelőtt 20 évvel se voltak lelegeltetve, azokat én elkezdeném intenzíven legeltetni, mert itt azért közel 200-300 hektár olyan náddal egybefüggő terület van, aminek semmi értelme nincs. Se a Nemzeti Park szempontjából se, vagy nekünk lenne szempont, mert akkor lenne annyival több legelő. Több kaszálló lehetséges lenne a marhának.
ezekből az állatokból építkezünk. Minden egyes állománynak azért ennek kéne lenne az alapjának. Ezek, akik igazából bírják Magyarországnak a viszonylatait, a legelőjét. Ezek azok az állatok, amit kimondottan csak füvön meg lehet hízlalni. Azon kívül többi mind valamit igényel mellette. Hogy ha lenne egy komoly báránypiacunk, akkor viszont magyarackával, fele ennyi munkával, gonddal, bajjal ugyanezt el tudnám érni, mint ezekkel a kényesebb fajtákkal. Ez fontos dolog. Hát sokkal több olyan növényt fellegel, amit más kultúrfajták nem szívesen legelnek, ami ez neki jó. Tehát silányabb takarmányon is sokkal jobb minőséget produkál, mint egy kultúrfajta. Ez tényleg ez mindent megeszik, ez nem válogat. Főleg meg már ilyenkor először ez már nem számít neki. Ilyenkor is, ha megújul a gyíkény, nád, ez eszi megfelelően. Másképp, más szemszögből áll az emberhez, ha egy szürke marhát őriz, vagy egy magyar tarkát őriz, vagy egy magyar tarka gulyát. Nincs annyi probléma vele. Nyárban főleg, hogyha nagyon melegek vannak, a magyar tarka az már nem legel össze, szinte mint a birka, az nem szeret menni, az akkor legel a legszebben. Ilyenkor már ősszel viccesebb, ugye ez összekapja magát hamar, ez úgy elmegy tényleg, mint a daru, ez meglátszik azért, hogy a vadvér benne van. De el is hiszem, hogy elhajtották Bécsig lábon, mert ez egy csapás talán, ez biztos vagyok benne, hogy elmenne Budapestig, mire egyszer visszafordulna. Mert még mindig arra is gondolunk, mi van, ha valaha visszajönne még a fej is, de ezáltal, mivel ugye csak a bárányt tudjuk ugye értékesíteni, így azért próbálunk azért ezek a nagyobb húsjellegű juhokhoz azért hozzá keresztezni, de úgy, hogy azért a mi legelőnk ugye azért ezeket a juhokat fent tudja tartani. Ezért vannak ugye ilyen látványosan ugye elkeresztezve, hogy azért mind a két időszakban tudjon termelni. Száraz időszakban is ugye azért bárány tudja nevelni, de viszont a vizes évben is megállja a helyét. Ugye én így a 70-es évekből ugye csak apám még tudom mondani, hogy akkor még egy ünnep volt a nyírás, mert akkor igazából az egyik profit ugye a gyapjú volt. És ugye ez úgy szép finoman ugye leépült arra a szintre, hogy örültünk, ha ki tudtuk belőle fizetni a nyírót. A téli takarmányt ki lehetett belőle árulni. Most mondom azt, hogy miért nem veszik meg a magyarok? Mert nekem papírmunkába kevesebb lenne, ha itt haladnám el ugye magyarnak, de viszont az olasz ad érte legtöbbet. És ha az olasz nem lenne, akkor viszont mi megnézhetnénk magunkat. Nincs gyapjú piacunk, nincs komoly tejpiacunk, így egyedül maga csak a bárány van. Maga az, hogy ennek ugye reklámot kellene, ugye, hogy az emberek ugye ismerjék, hogy mit is állítunk ugye elő Magyarországon, és ezt meg lehet venni frissen, nem lefagyasztva, és olyan árak, amin elérhető árak. Mert ugye ezeket az olasz árakat egy átlag magyar család nem engedheti meg magának. Nem ismeri a birkapörköltet. Annyira kiment már a közétkeztetésből, hogy nem is ismerik.
és ezáltal nem is igazából tudják elkészíteni. És aki alapból hogy egy nem jól elkészített, pörköltett kóstol meg, az alapból el fogja ítélni. Mert ha megnézed, minden egyes főzőműsornál van hozzá bor ajánlat. Ami azt jelenti, hogy adnak neki megfelelő reklámot. A Junak nem. Hát abból a szempontból nagyon jók ezek a támogatások, hogy azért a kisgazdák úgy tudnának fejlődni, azért egy megfelelő téli tartást tud vele biztosítani, de viszont a hátulütője, úgy, hogy nagyon sokan viszont már csak a támogatásért tartják maga az állatot. Így ezt a pásztor társadalmat viszont csak lefele nyomja, mert így a nagy támogatásra nem lesz igény a pásztorember. Nem fog kelleni termelni maga az állatnak, mert csak a létszáma mérvadó. Az, ami biztos, hogy jól lakik ma a jó. De hogy 10 év múlva, nem tudom, szeretném ugyanezt csinálni ugyanitt, de ez nagyon bizonytalan, hogy ez fog sikerülni. A tervezésből maximum szakmai tudás, ami a kezemben van, de azon kívül semmi. Uh-huh. Hiába rendelkezek saját állománnyal, de ez még ahhoz nem elég, hogy én itt 2-3 évre előre gondolkozzam. Legelőre is ugye a maga ugye a bárhánypiac. Apám alapból azt az elvet vallotta, ugye, hogy 100 TSZ van, meg 100 évig nem él. Nem tervezett hosszan soha. Nem. Soha. Nem véletlen maradt meg bennünk is ez, hogy ez a biztos, hogy most itt vagyok, jó tartok, hogy mi lesz holnap, nem tudom. És ezen az elven élt apám. Na már most megváltozott. Most a tejnek az ára lement, megszűntek a tejcsarnokok, és most mindenki inkább a hús irányba halad el. Most előre, ha gondolkozni kell, akkor a húsmarhába kell gondolkozni, mert nagyobb a piaca, jobban lehet értékesíteni, tehát több pénzt kap érte az ember. És tehát mi is abba az irányba megyünk már most el, hogy bízunk benne, hogy ez megmarad. Csak hát ugye jöhet egy változás, akkor majd megint lehet a tejet. Tehát nehéz, ez egy mókuskerék. Mikor az egyik már beáll, akkor kell a másik. És akkor megint váltani kell. Hát nem egyszerű ezt így 5-10 évre előre, nem nagyon lehet betervezni, az az igazság. Csinálnék én a selejtezést, és akkor egy összeszedettebb gulyával mennék neki a következőt, ami termelő gulya. Hogyha ne adj Isten, az uniós támogatások megszűnnek, vagy visszávesznek 2020-tól, ugye lehet hallani, akkor az nekem termeljen az a gulya. Húsz évvel ezelőtt igazából nem álltak meg velünk úgy beszélni, hanem minden kérdés nélkül úgy bíráltak bennünket, most azért megállnak, és akkor ezeket a legeltetési dolgokat át tudjuk beszélni. És azért úgy 90%-ban azért úgy meg is egyezünk ebben. Ugye maga természetvédő, meg köztem ugye annyi a különbség, hogy ő neki minden a fű, én nekem minden az állat. És ugye nem mindig találkozik a kettőnk gondolata. De ennyiből jó, hogy már most megállnak, és viszont beszélünk róla. Ezeket a gödrök legeltetését, ezeket a cserje legeltetéseket, inkább ezek, amik úgy nem mindig tudunk összeegyeztetni. Igazából szerintem az a legnagyobb baj, hogy vannak olyan természetvédők, akiket a pásztorok nem is ismernek egyes területeken. Egyébként itt a Kiskunsági Nemzeti Parknál itt szerintem egész más. Itt igazából van egy természetőr, aki igazából szerintem ezt az egészet akar egy picit helyrehozni, vagy képviselni, de igazából Hortobágyon ezt nem tudom elmondani. Inkább pozitívan változott már most. Nem az, hogy megkérdeznek bennünket, hanem inkább, ha valami elképzelésünk van, akkor jobban támogatják. Hát pótolni esetleg, ha több időt töltenének kint, vagy többet beszélnének a pásztorokkal, de hát úgy... Tehát nem kommunikálunk azért annyit, hogy mi tudjuk azt, hogy ők mit gondolnak,
meg ők se tudják azt, hogy mi mit gondolunk, vagy hogy szeretnek. Hát mindenféleképpen ki kéne kérni a véleményét, vagy azt, amit mi tudunk, hogy mit eszik a jószág, hát ők abból tudnának szerintem kiindulni. Mert én megmondom neki tavasszal is, mit eszik le, ősszel, nyáron, vagy mikor most bejönnek a fagyok. Én azt is tudom, hogy melyik gyepek azok, amit szívesebben elfogyaszt a marha. Vagy még maradjunk kint vele, mert azt biztos, hogy leeszi, vagy már nem maradjunk, mert azt úgy se eszi meg. Hát így meg szoktuk beszélni egy területenként, hogy most ha vannak laposabb területek, akkor azokat ilyen nyár közepére szoktuk általában azért úgy beütemezni, hogy akkor legeltessük. Vagy ha partosabb helyek vannak, ha tavasszal nem tudjuk, mint most az idején nem legeltettük, akkor most később össze lehet legeltetni. Mert most nem csinál rajta kárt. Én az, amit úgy most látok, hogy esetleg nemzeti parkokban ilyen látványosságként úgy meg lesznek tartva, de maga ugye ez a fajta pásztorkodás, amit én is folytatok, ezt elég vagy utóbb belefolytják. Mindegy, milyen támogatási rendszer lesz. Mert én nem fogok tudni soha oda felnőni, hogy most egy több száz hektáros gazdával ugye én versenyezzek. Mert én nekem a jó a mindenem. Nem az, hogy mekkora házam van, hanem a jó. És hogyha már kis családomat ellátom belőle, én maximálisan elégedett vagyok. Szerintem mindenféleképpen lesz ennek hagyománya, meg tisztelete, becsülete, mert mivel egyre kevesebb a pásztorember, szalán én szerintem azért, akik jószággal fognak foglalkozni, azok észre fogják ezt venni, hogy ez nem tűnhet el. Vagy amit én szakmailag tudok, vagy leteszek az asztalra, úgy szoktuk mondani, azért az szerintem az nagyon fontos. Például én elérem 7 hónap alatt azt a súlyt, amit a senki házi, vagy a gyengébb emberek azok abrakolással se érik el azokat, vagy én 100 tehénnél például leválasztok 90 borgyűt, ő leválaszt 30-at, 20-at, akkor már annak nagyon örülnek. Nagyobb elismerést fogunk kapni sokkal, mint ami most. Úgy parkőrök szempontjából is, mint kutatók szempontjából. Egyre többen keresnek azért bennünket, többet beszélgetünk, és azért szerintem látják, hogy mi sem vagyunk azért analfabéták. Tehát attól függetlenül, hogy mind bottal meg kutyával keressük a kenyerünket, azért csak lássák, hogy valami ez értünk. Ha máshoz nem, de ehhez szerintem igen. Többen tartanak jószágokat, az áltartással foglalkoznak, ebben a gyep is szerintem rendezettebb körülmények között van. Szerintem ez egy nagyon pozitív lényegében. Gyerekkorom óta, mert ugye én abban az idejében, mikor még a TSZ világ ért, akkor utána ugye volt a rendszerváltás, akkor kiirtották a sok jószágot Magyarországról. Majd most azért egy picit pozitív elmozdulás van, hogy azért a nemzeti park, a gyepkezelés, az áltartás így kezd összekapcsolódni. Én ezzel a villanypásztoros megoldással nem nagyon értek sokszor egyet. Annyiból változott, hogy már most a nagyobb cégek is, vagy tulajdonosok, vagy kis vállalkozók is bekerítgetik ugye a legelőket, és ugye átalakul ez az egész pásztorkodás. Ott már minket ugye nem alkalmaznak, mert őrzi a marhát, vagy csak egy olyan gyenge embert alkalmaznak, aki esetleg megengedi a vizet, vagy el van, de ő is tudja, hogy minek van ott egyébként. Az emberek hozzászoktak a műkajához, így igazából nem fog feltűnni. Még 30 év múlva nem fog feltűnni. 50 év múlva már lehet, hogy fogják keresni, hogy valamikor volt ugye ízletes hús, de most feltűnően nem igazából fogják ezt fel, hogy ez ezzel a pásztorembellel együtt ez el fog tűnni. Maximum nemzeti parkok, amik fenn fogják tudni tartani ezt. A pásztoron múlik az, hogy mennyit tud egy csapat jól letérni az asztalra. 100%-osan azon múlik. Egy nyári legeltetés elvitte az egész évet. Ott akkor már nincs szaporulat. Nincs megfelelően legeltetve, nincs üzet is. És az nincs üzet is, nincs bárány. Mert már most ezeket a támogatásokat termeléshez kötik. És hogy ezt most hogy fogják tudni ellenőrizni, ez majd kiderül. Uh-huh. Ez viszont nagyon sok, vagy egy nagy lépés lesz előre ugye maga az állattenyésztésben. Kimondottan ez, hogy ha a támogatások termeléshez lesznek 100%-osan kötve, akkor igen.
mert akkor kénytelen lesz pásztorembert alkalmazni. Húst, élelmiszert termelünk. Hát azért azt ilyen jószágot, ennyi jószágot jászlon tartani, az nem volna kifizetendő senkinek se. Hát nyugodtan. Meg hát itt a természetnek, akkor szerintem ennek vége lenne, itt nem lenne pásztor. Hát nem volna legeltetve a terület normálisan. A jószág csak azt legelni, ami előtte van. Tehát nem volna az, hogy a laposba beleszorítjuk, hogy takarítsa, tisztítsa a területet. Tehát azért ehhez csak kell a pásztor. Hogy ne ott legeljen a jószág, ahol akar. Most minden egyes adott területnek ugye megvan a kis maga pásztora, aki ugye ismeri a területet. Mit, mikor lehet és tud meglegeltetni. És hogyha ezek a területek el lesznek hanyagolva, ezeket onnastól nem legelőnek hívják, csak pallagfőnek. Az emberekkel meg kéne szeretetni a természetet. Valójában lássák azt, hogy hol élnek. Nem számítógépről, hol élnek az emberek. Mi földön járunk. Sokkal könnyebb lenne nekünk is. Nagyobb tekintettel lennének ránk. Úgy szemetelésbe, maga ugye egy kutyasétáltatásba, ami nekünk viszont egy nagyon hátrányos, amit ők ugye nem látnak. Nem lát bele abba, hogy mi hogy élünk. Egy-egy nagy rendezvényen találkoznak szépen felöltözött pásztoremberekkel, de maga a való életben nem találkoznak velünk. Így nem is tudnak bennünket hova tenni. Kicsit nagyobb tiszteletet, ha kapnánk már, az nagyon sokat jelentene. Fiatalokat jobban kellene ösztönözni a természetnek a szeretetére. Mert ugye már most a mai fiatalok nem nagyon szeretik ezt. Meg azt, hogy ráadásul még az is, hogy még le is néznek ráadásul bennünket, hogy mi ezt csináljuk, ezzel foglalkozunk, pedig hát szerintem ez is egy életforma. Én úgy gondolom, mindenféleképpen az kellene, hogy a becsület a legfontosabb. Az, hogy becsületű legyen a pásztorembernek, mint azelőtt szerintem mondhatom azt a 60-as évekből, a nagyapáim idejébe, a TSZ-be. Pásztorember egy elismert ember volt, egy büszke ember volt. Egyébként ez most nagyon sokat változott, hanyatlott. A másik nagyon fontos része véleményem szerint ebben a 21. században, hogy anyagilag is legyen megfizetve ez. Legyen az megbecsülve, hogy én ne minimálbéren tengődjek, vagy akik a szociális segélyen vannak. Én azért egy nagyobb kategóriában legyen az ember el is. Nem azt mondom, hogy 500 000 forintokat keresgessen az ember, de azért egyébként egy olyan életet alakítson ki az ember a családjának, mivel napi szinten itt él, ezzel foglalkozik, hogy amiben kényelmesen megél a család. Hogy én legyek arra büszke, hogy én gulyás vagyok, anyagilag is. Itt összehasonlítanak bennünket, akik 20 000 forintért vannak, 2 liter borért, ezt nyugodtan elmerem mondani, és akkor minket is oda tesznek azokhoz. Esetleg láss, hogy én rajtam kalap van, vagy lajbi, másképp öltözködök, vagy kutyám van, vagy kolompok, de igazából sokszor nem érzem azt, hogy én is, mit tudom, egy kicsit kiemelkednék ezektől a tekergőktől. Hát, mert szerintem nem gondolják, hogy a pásztorok is tudnak olyat, hogy nem igazán elismert ember a pásztorember szerintem, még ez idáig. Már most azért egyre jobban, de még mindig nem. Pedig azért itt mindig itt kell lenni. Mert nem tudom. Hát szerintem csak azért nem nézték ki a pásztorságból, hogy esetleg tudnak-e valamit. Pedig ugye rengeteg kezelést, állatorvosok is valamikor csak a pásztoroktól tanulták meg ők is szerintem, hogyha az a jószágnak valami baja volt, hogy mivel kezelték. Én szerintem lehet, hogy nem is nagyon foglalkoztak ezekkel a dolgokkal. És ez egy kiveszőndőben van, és talán majd most akarják egyes emberek feléleszteni ezt. Nem tudom. De szerintem azért, mert nem volt, aki ebben foglalkozzon, aki ezeket felkarolja. Én azt mondom, ennek két oka van. Egy elég elzárkózott társadalom, ugye maga a pásztorok, és nem szívesen osszák meg ugye a tudást, még maguk köz sem. Szóval szerintem az egyik oka ez. A másik, hogy el sem ismerik tudásnak. Ezáltal még nem ismerik el tudásnak, addig nincs értelme könyvet írni róla. Alapból el kell ismerni egymás tudását. Kezdődik itt, és onnastól ugye a
A kutatónak ugye meg kell próbálni együtt élni ugye egy pásztoremberrel. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit, miért is csinálunk. Hogy belelásson maga abba, hogy ez tényleg egy valamilyen szinten tudás. A pásztor részéről el kell ismerni ugye a kutatónak ugye a tudását. Mert addig még most egy butemberrel alapból butának tartom, most utána miről beszélünk. Szóval itt inkább az, hogy itt két emberen múlik. Szerintem kommunikáció, megbeszélni a dolgokat. Ez úgy nekem kiesik Zsolt. Mert ugye veled jó viszonyban vagyunk, hogyha most más kutató ide jönne, akkor nem tudnám neked most így megmondani, hogy ő vele tudnék-e ilyen kompromisszumra beszélt közben is teremteni, mint veled. Rengeteg kutató, de nem mindenki jön ide hozzánk, az az igazság. Szerintem a beszéd, az találkozni több emberrel, tehát egy kicsit jobban ember számba vennének bennünket, akkor szerintem működne az a dolog. A legfontosabb az, hogy egy ilyen, úgymond barátság alakuljon ki, vagy ne csak egy ilyen hivatalos dolog legyen az, hogy jó napot, én ezt akarnám megcsinálni, megnézni, álljon ide, álljon oda, hanem azért legyen egy beszélgetés, egy ismerettség, vagy nagyjából ismerjen meg engemet, vagy a családomat, és akkor innen indul az egész amúgy lényegében. Akkor felteheti a kérdéseit, vagy meg valamilyen szinten emberi számba vegye a pásztorembert. Nem gondolom, hogy mink aljasabbak lennénk azért, mint aki egyetemet végzett, vagy nagyobb iskolával rendelkezik. Sőt, ahhoz, hogy ő tudással rendelkezzen, vagy egy könyvet, vagy egy filmet le tudjon forgatni, ahhoz én szerintem mi is nagyon fogunk elleni. De egyébként ahhoz, hogy fennmaradjon az egész pásztorkodás, a pásztorembernek is segíteni kell a kutató munkáját. Én ezt így gondolom, mert akkor ha nem működnek együtt, akkor az egész, az ténylegesen ki fog halni, és ez feledőbe fog menni ez az egész szakma.